az ügyében a környező országokban, Horvátországban, Szlovéniában, Romániában született olyan döntés, amely megsegítette a devizahiteleseket, ahol kimondták, hogy a bankok tisztességtelenül jártak el, kimondták azt, hogy ezzel az üggyel foglalkozni kell, és nem kell, hogy százezrek elveszítsék az otthonukat, és mindig felmerült a kérdés, hogy Magyarországon miért nem történhet ez meg, a magyar kormányt miért nem érdekli az, hogy 120 ezer ingatlant végrehajtás alá fognak vonni, 900 ezer embert, 120 ezer családot ki fognak rakni az otthonából, családokat szét fognak szakítani. Ennek a megoldása valószínűleg egy Orbán Viktor által aláírt 2015-ös megállapodás. Orbán Viktor paktumot kötött az Unió bankjával, az Európai Fejlesztési Bankkal. Ebben a paktumban az szerepel, hogy a hitelek forintosítása az egy fillérjében nem kerülhet a bankoknak. Ebben a paktumban az szerepel, amit az Unió bankjával kötött Orbán Viktor, hogy a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat szigorító, az adós javára döntő szabályokat nem alkothat a magyar parlament. Magyarul a kilakoltatásokat és a végrehajtásokat nem akadályozza meg a magyar kormány, ez benne van ebben a megállapodásban. Azért, hogy ezt a megállapodást betartassa Orbán Viktor, ezért a választások után a kilakoltatásokat, azokat folytatták, most már a kilakoltatási moratóriumot követően több mint 1300 ingatlant hajtottak végre Magyarországon, lakoltattak ki idős embereket, beteg embereket, terhes anyákat, gyermekeket, családokat szakítottak szét, és mindezt azért, mert Orbán Viktor nem úgy járt el, mint a környező országoknak a miniszterelnökei, nem úgy járt el, mint a környező országoknak a törvényhozása, hanem egy paktumot kötött az Unió bankjával, amiben lefektették azt, hogy a kilakoltatásokat és a végrehajtásokat nem fogja ez a kormány megállítani, sőt, még arról is biztosították a bankokat, hogy a profitjuk nem lesz kevesebb, és nem hoznak majd olyan szabályokat, ami alapján a bankoknak a profitja kevesebb lehet. Ez is benne van ebben a megállapodásban. Ezért arra szólítjuk fel a kormányt és Orbán Viktor miniszterelnököt. Azonnal mondja fel ezt a megállapodást. Ez a megállapodás nem áll a magyar emberek érdekében, ez a megállapodás a magyar emberek érdeke ellen való. Ez csak a pénzről szól, és arról szól, hogy a bankok hogyan kereshetnek nagyon sokat, és hogyan fogja 120 ezer család, 900 ezer ember elveszíteni az otthonát. Ezért emiatt a megállapodás miatt lehet ma Magyarországon kilakoltatni családokat, szétszakítani, elszakítani gyerekeket a családjuktól, kilakoltatni idős embereket, és emiatt a megállapodás miatt nagyon sokan mennek el külföldre dolgozni, mert nem tudják a devizahitelüket fizetni, és ezért egy jobb életet, nagyobb kereseti lehetőséget külföldön kell keresni, és ezért fogja majd megint félmillió magyar elhagyni ezt az országot. Ezért még egyszer felszólítjuk a kormányt, azonnal mondja fel ezt a megállapodást, és fogadja el az adóskamara által beterjesztett törvényjavaslatot az új banki elszámoltatásról és a végrehajtásoknak a felfüggesztéséről. Én köszönöm a figyelmet, és átadom a szót Szabó Józsefnek. A kormány honlapja szerint a 2015. február 9-i megállapodás elemei, idézem, 15% részesedést vásárolhat a magyar kormány az Erste Bankban. Jelentősen csökken a bankadó a következő években. A megállapodás aláíró Erste Bankcsoport vezérigazgatója az alábbit mondta. Azért vagyunk itt, hogy a gazdasági növekedést finanszírozzuk. A harmadik aláíró Orbán Viktor miniszterelnök volt. Ő az aznapi sajtótájékoztatóján a következőket mondta. Egy dolgot senki sem vitathat el tőlünk, hogyha egyszer valamiben megállapodtunk, akkor azt mindig megtartottuk. Ezzel a megállapodással is így lesz. Minden, ami ebben a megállapodásban szerepel, az be lesz tartva. Utolsó mondata egyfajta összegzés volt. Több munkahely, olcsóbb hitelek, nagyobb gazdasági növekedés. Ennyi szerepel a mai napig is a kormány honlapján. Miköze akkor ennek ahhoz, amiről beszéltünk? Hiányzik a megállapodás nagyon sok több fontos pontja. Ezekről a kormány honlapja nem számol be. Ezekről Orbán Viktor nem beszél. Mi az a minden,
amit be kíván Orbán Viktor tartatni. Idézem, első szakasz B pont. A bankszektorban elkerülendők legyenek az árfolyam kockázathoz kapcsolódó további költségek. C pont. Ingatlan árverések és kilakoltatások további korlátozásától tartózkodni kell. E pont. A magyar kormány tartózkodik olyan törvények vagy intézkedések bevezetésétől, amelyek negatív hatással lehetnek a bankszektor profitabilitására. Így már teljesen világos. Ezért nem foglalkozik a kormány a devizahitelezéssel a parlamentben. Ezért folynak egyetlen módon óriási rendőri jelenléttel a kilakoltatások. Becsapták és megtévesztették az embereket. Ezt még Orbán Viktor és a pártársai mondták 2011-ben. Jelenleg viszont mindent elkövetnek azért, hogy erről ne legyen szó a bíróságokon, és ne hozzanak az adósok számára kedvező döntéseket a magyarországi bíróságok. Több százezer veszélyben lévő család érdekében az EBRD szerződést azonnal fel kell mondani, és meg kell szüntetni a bíróságok kormányzati irányítását. Nem lehet, hogy százezrek elveszítsék otthonokat azért, hogy a bankok megfelelő nyereségük legyen. Elfogadhatatlan, hogy a bankok zsarolják a magyar államot, hogy nem hitelezik a gazdaságot, ha számukra előnytelen törvények, bírósági döntések születnek. Valljuk, hogy polgárnak és államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesedése. Alaptörvény, nemzeti hitvallás. Az EBRD paktum mindezzel ellentétes. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Stregová Erzsébet, az adós kamarát. Egy hónapon belül három karhatalom kivezénylése mellett lezajlott brutális kilakoltatáson vettem részt. A 74 éves nagyapát három kiskorú unokájával és a menyével egy szál vászonszatyorral tették utcára július 24-én. Ildikót augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján vonszolták ki a készenléti rendőrök a 31 négyzetméteres lakásából a lakás felújításra felvett 3 millió forint devizahitel miatt. A 9. kerület Ferenc tér 4-ből 6 fős családot tettek nagyon erőszakos módon lakhatási megoldás nélkül utcára az 5 hónapos csecsemőt, az ikreket váró édesanyjával és a nagyszülőkkel a családok évében 2018. augusztusában. A három rendkívüli parlamenti ülés mindegyikén a végrehajtások felfüggesztését kérték az ellenzéki pártok 2019. december 31-ig, amíg mindkét fél számára a megoldás megszületik, mert a forintosítás nem jelentett megoldást a devizahitelesek számára. Ugyanis ha valaki felvett 7 millió forintot 25 év futamidőre, vállalva, hogy ez alatt a dupláját visszafizeti, és 8 év alatt törlesztett 6 millió forintot, és 1 millió tőketartozás miatt végrehajtást indítanak ellene az érvényes futamidőben, akkor ez nem nevezhető megoldásnak. A forintosítás révén a vállalt kétszeres visszafizetés helyett háromszorosára nőtt a tartozás, tehát ez nem megoldás. Ezek a kölcsönök kifizethetetlenek. Most felolvasok pár mondatot a Fővárosi Törvényszék 2016. október 5. napján született nyilvánosan megtartott tárgyalásának jegyzőkönyvéből, ahol az adós a felperes és az OTP bank az alperes. A beidézett tanú az amerikai IJ biztosító Európai Ltd. Magyarországi fióktelepe képviseletében megjelent dr. Kéringer Csaba tanú. Szó szerint idézem. Ez nem felelősségbiztosítás, amit mi az alperessel kötöttünk, nem hitelbiztosítás, hanem egyéb pénzügyi veszteségre vonatkozó biztosítás. Itt a bank az ügyfél, és ő a biztosított. Pontosan nem lehet megjelölni azt, hogy milyen összegre szerződött a bank, mert állományra szerződött. Az biztos, hogy a cégünk fizetett az OTP-nek. Ezek a kifizetések egyszeri kifizetések, hogyha a veszteséget, mint veszteséget megállapítjuk. A mi biztosító társaságunk a bank ügyfelével semmilyen kapcsolatban nem áll. Semmilyen olyan igényünk nincs, hogy akár a bankkal, akár pedig a bank adósával szemben felléphessünk. A bíróságon a végzés. Megkeresi a bíróság a biztosító társaságot a felperes által megtett indítványok alapján. Tehát a bankoknak a nagy részét a biztosítók kifizették. A követeléseket a faktoring cégek 5-7%-on vásárolták meg.
az adóson mégis háromszoros banki követelést akarják behajtani, és végrehajtás útján kirakni a lakásából. Érthető ezek után, hogy az adóskamara miért kéri a felfüggesztést azonnali hatállyal a végleges megoldásig. Kényszerértékesítés esetén elővásárlási jog illesse az adóst, melynek feltételei egyezzenek meg a követeléskezelő jogaival. Az állam nyújtson segítséget akár államkötvény biztosítása útján is. Nálunk a közjegyzők a saját okiratukat bírálják el járásbírósági hatáskörben, üzleti alapon, vállalkozóként. Ilyen az Európai Unióban sehol nincsen, mint ahogy ilyen karhatalmi kilakoltatások sincsenek, ahol családokat tesznek utcára nagyszülőkkel együtt, akik kezességet vállaltak a kölcsönfelvételekor. Az adóskamara befolyásolásmentes, az Európai Bíróság végzésének megfelelő ítélkezést akar. Szeptember 20-án lesz végzés az 51/17-es előzetes döntéshozatali eljárásban. A bíróságok vegyék figyelembe a környező országok devizahitelezés ügyben hozott végzéseit. Alkalmazzák a magyar ítélkezésben az Európai Bíróság által meghozott döntéseit. Addig pedig függesszék fel a jogszabálysértéseken alapuló végrehajtásokat. Ez az adóskamara indítványa, melynek kibővített 12 pontos változata a tavasz folyamán már át lett adva az érintetteknek. Köszönjük szépen a figyelmet, ha van kérdés, akkor